Nagy a boldogság király Viktor és párja életében, hiszen összeházasodtak, és hamarosan szülők is lesznek. A napokban az is kiderült, hogy kisfiút várnak. Vendégünk a stúdióban király Viktor és felesége király Virág Anita. Jó reggelt! Sziasztok! Szívből gratulálunk! Milyen reggeletek van? Csodás! Csodás! Viktor más mondott az előbb. Kicsit ilyen morci. Kicsit morci nyűgös. Hogy nyűgös kispapa. Hogy eljutottunk ideig, ez már csak jó lehet. Figyelj, nehéz az a terhesség, nem Viktor? Tehát, hogy nem olyan, nem egyszerű. Hát még nehezen még el sem indult, de én már így előre, hogy mondjam, Perce. Előre így... átéled minden másodpercét, nem? Tehát, hogy... Az a baj, hogy vigyáznom kell, hogy mit mondok. Persze, hát igen. Most tegnap is észrevettük, hogy a média bármilyen vicces, szarkasztikus mondatot mondatok, hát már cikkek lesznek, hogy retteg a terhesség. Mondjuk van is mitől félni szerintem férfiként. És egyébként a házasságot hogy élitek meg? Milyen az, amikor már így férként és feleségként vagytok bemutatva? Jó érzés, nagyon. Nekem tetszik. Mennél más mondani. Büszke vagyok. Kihúzom magam. De tényleg, igen, olyan cuki tényleg, páros volt, vagyok, ilyen kommunikációs tréning otthon? Tehát, hogy kinek mit szabad mondani? Tehát. Nem, ilyen nincs. Nem, egyébként viccet félretéve tényleg fura, és szerintem mi nem is fogtuk még fel, szóval még az Anitának is nagyon sokszor még mindig Virág Anitának hívja magát. Én mondom neki, hogy könnyíteni kell, és csak király Virág vagy király Anita, de nekem is fura, amikor azt mondom, hogy bemutatom a feleségemet, fura, nagyon fura. Ehhez hozzá kell szokni. Igen. Még tök fiatalok vagytok, tehát biztos ezért olyan nehéz, nem? Hány év után házasodtatok össze? Másfél. Dehogy is. Mi? Kettő. Most, hogy mennyi vagyunk most? Két és fél éve együtt vagyunk. Ja, két és fél, bocsánat. Két év után. Üres fogd a terhességre, semmi dolog. Oké. Másfél év után kérte meg a kezemet. Jó, igaz. Most lesz három már, tényleg. Igen, ezeket majd azért egyeztessétek. Na és milyen volt az esküvő, adom esélyetek? Egy picit olyan volt, amilyennek szerettétek volna? Vagy egyáltalán meg tudtátok érni? Tökéletes volt. Nekem számomra nagyon-nagyon szép volt, romantikus neked. Nagyon jó. De figyelj, ez most tényleg a kötelező. Szerintem egy esküvőt olyan nagyon nem tud átélni senki. Nem? Tehát aki a legérintettebb, szerintem az úgy túl van rajta, és akkor a többiek elmesélik, hogy milyen volt. Nem? Tehát olyan, mert hogy egy ilyen teljesen más állapotban van, férfinő. Tehát, igen. Nem? Vagy meg tudtátok élni? Tehát volt rá módotok most komolyan? Nem tudtuk megélni egyébként, így komolyra folyt. Nem, most erről beszéltünk múltkor is, nem? Hogy ami a legrosszabb volt az esküvőben az, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan elment ez. Igen. És én azt hittem, hogy ugye megérkezünk, ugye már eleve azt mondta, hogy ilyen korán megyünk a szállodához, reggel 9-kor már ott voltunk. És én azt hittem, hogy ilyen, mint a filmekben, hogy lesz egy ilyen hosszú nap, amikor nem tudom, megérkeznek a családtagok, megiszunk egy valamivel, egy kupicát, vagy valami. Azt gondolom, megvolt azért még. Ne, semmi nem volt. Annyira gyorsan elment az egész, hogy konkrétan azt vettük észre, hogy már az oltár előtt vagyunk. De egyébként így mennyien voltak? Csak a szűk család, nem? Szűk meg a barátok. Család volt, egy-két barát, de szűk család. Az mit jelent létszámilag? 40-en voltunk. 40-en. Az kedves. Az nem kicsi, az olyan pont kellemes jó olyan kis. Kellemes létszám, igen, mindenkivel kellemes... tudsz beszélgetni. Aha. És miért a Balaton? Van valami személyes kötődésetek? Mert nekünk a Riviera. Nekem is, de... Igen. Nem, a második, vagy harmadik, igen. Negyedik, nem tudom, hanyadik randing, most ezekben a számokban nem vagyok ma jó, de oda mentünk egy kis kikapcsolódásra, és akkor mondtuk, hogy... Konkrétan erre a helyre, ahol volt az esküvőtök? Igen, aha. Igen, és akkor beszéltük, hogy hát ez gyönyörű esküvői helyszín, jöjjünk ide majd egyszer. Igen. Ebben mondjuk egyetértettünk. Ebben teljes mértékben egyetértettünk. És amikor szó volt róla, hogy na, akkor legyen meg a lagzi, akkor egyből mondtuk, hogy jó, hát akkor igen. Ez a helyszín jó is hát lesz. Igen. Nem vagytok egy unatkozós páros. Nem. Valami miatt arra következtetek, hogy otthon is ez megy? Tehát ez a csipkelődés. Csipkelődés, meg nagyon spontánul döntünk dolgokat. Nem nagyon tervezgetünk. Mondom, az esküvő is egy jó példa erre, hogy ugye nekünk végig az volt a fejünkben, hogy majd nyáron valamikor, nyár végén, sőt, még azon is gondolkoztunk, hogy elutazunk valahova, és úgy... Tengerpart. Igen, hogy úgy házasodunk. Csak aztán ugye nagy része, mivel a testvérem hazajött New Yorkba, és ugye meg
egyre nagyobb volt az Anitának a pocia, hogy akkor mondtuk, hogy na jó, hát akkor házasodjunk össze. Uh-huh. Ez így nagyon spontán volt, és akkor, és ugye az Anita egy kicsit félt ettől a spontanitástól, hogy de nem lehet összeszervezni egy esküvőt két hét alatt. Simán lehet. Most csak maximum nem emlékszel rá utána. Én mindenkit támogatok, igen. Két hét alatt simán le lehet. Ugye, hogyha az helyszín megvan, akkor szerintem össze lehet. Tehát ha a helyszín megvan, akkor igazából meg lehet. Igen. A nyári esküvőt biztos nehezebb megszervezni, uh-huh. Azért ott tehát nagyon sokan házasodnak. De ez az időpontok miatt, az a foglalások miatt. Igen. Uh-huh. Ugye, ha már ilyen spontán módon jött az esküvő, akkor a babavárásra te mennyire készülsz? Szakkönyveket olvasol? Persze. Hogyan legyek jó kis baba? Nyilván szakkönyveket olvasol. Pont tegnap előtt röhögtünk ezen, már az ágyban feküntünk, én tévéztem, sorozatoztam, és az Anita nagyban olvassa, ami suttogó van, valami suttogó. Baba suttogó. És akkor így nagy mellé mondja nekem az Anita, hogy ezt ugye tudod, hogy neked is ki kell olvasni? Mondom, mineket, mindent tudok. Na kérdezz. Bármit kérdezzél. És akkor elkezdett így kérdezni, és ilyen öt kérdést feltett, és mindenkire tudtam így a választ. Tényleg. Na figyelj, itt nincs para. Ilyen ösztönös elcsapa. Kettő, amire nem tudott választani. Milyen kérdések? Egyet eláldozsz nekünk? Én is kíváncsi vagyok rá. Hogy a babának a különböző jelzései mit jelentenek? Például úgy, mint? Sírás. Igen, a sírásoknak különböző fajtái. Tehát, hogyha mondjuk nem kapott zseppénzt, ha nagyon üvölt, őrjöng, és... Igen. Még mindig nem kapott zseppénzt? Igen. Ez az. Szóval nem, egyébként most csak poénkodok, nyilván amit szépen félre is értett egy pár sajtó, hogy attól biztos vagyok benne, hogy azért nyerni fogok egy jó nagyot, amikor ott van a kezembe, és nekem kell pelenkát cserélni. Szerintem zokogni fogsz. Akkor szerintem. Lehet azt fogja mondani, hogy a könyvet odaadnál. Két fellépés között kicsit, majd, amikor egy pelenkázgat. Kicsit csak átlapozod, nem? Igen. Egyébként az izgalmas lesz, amikor hazaviszitek, az onnantól kezdve nagyon izgalmas. Már tegnap este is izgalmas volt, tegnap én végre rendesen éreztem, ahogy rugdos, mert eddig nem, eddig meg is sértődtem, mert hogy mindig oda tettem a kezemet, és abba hagyta az. Lenyugtattad. Az is lehet, hogy lenyugtattam. Tegnap este nem sikerült, mert folyamatosan rugdosod. Egész éjszaka néztük, hogy megint. És ez egy ilyen nagyon nagy élmény. Énekelsz is neki? Tegnap valahogy énekeltem neki, de ilyen hülyeségeket, hogy you're the best baby in the world. Jó, de én is csak poénkodok, ilyen régi 90-es évek R&B slágereket vagy énekelek. Vagy tettek, nem tudjuk. És hogy álltok a kis tökfej fogadására? Tehát, hogy ilyen készülősök vagytok, vagy mindent az utolsó pillanatra hagytok így babonából? Ajaj. Na, ebben nem hagyunk utolsó pillanatba azért. Kvázi minden megvan? Nem, úgy értem. Hanem hogy azért lassan elkezdik majd építeni a szobáját. Uh-huh. Nyilván nem veszünk meg még mindent, de majd szépen lassan. Az utolsó nap. Én, mint előadó művész, én azért babonás vagyok, szóval én mindenben ilyen vagyok. Én már ezt is úgy mond nehezem, hogy ennyiszor beszélünk a témáról. Még mert, a nevét el sem mondtátok pedig. Igen, mert nekem lekopogom. Tudod, akarom, hogy minden rendben legyen, és de nyilván nagyon-nagyon-nagyon sok szeret. Hogy mondják, sok szeretettel várjuk. Igen, ez olyan kedves volt, korrekt. Úgy értem, nagyon reggel van. Nagyon várjuk, és olyan értelemben azt mondtam, hogy várjuk, hogy azért készülünk már most a gyerekszobát megcsinálni. Sok szeretettel várjuk. Nagyon, sok szeretettel várunk bármikor máskor. A Viktort át kéne futtatni egy ilyen kommunikációs tréningen, mint édesapa, és akkor utána szeretettel várjuk meg. Köszönjük szépen, gratulálunk. Ez szerintem azért van, pont rám szólt az Anita, hogy vigyázz, hogy mit mondasz ma reggel. És most így teljesen összekavarodtam. Na jó reggelt!